Martin Ødegaard az Arsenalhoz kerülhet kölcsönbe. Az AC Milan által kiszemelt Junior Firpo esetleges távozása esetén Marcos Alonsoval erősített balhátvéd poszton a Barcelona. Krzysztof Piątek is ott van a Juventus csatár kiszemeltjei között. Meglepő helyre igazolhat a Real Madrid brazil klasszisa, Marcelo. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol a mai videónkban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb átigazolási hírekről. Angol lapértesülések szerint a Sevilla FC visszautasította a West Ham United első 30 millió eurós ajánlatát, amit a marokkói csatár Youssouf En-Nesyri megszerzésére tett. A londoni klub jelenleg az előzetes várakozást felülmúlva szerepel a Premier League-ben, 19 forduló alatt 32 pontot szerzett, amire korábban soha nem volt példa. A West Ham United nemrég adta el történetének legdrágább igazolását, Sebastian Allaert az Ajax Amsterdamnak, így aztán a keretben Mikel Antonio maradt az egyetlen középcsatár, aki ugyan a legutóbbi két bajnokin egyaránt gólt szerzett, de meglehetősen sérülékenynek számít, így a klubnak több okból is szüksége lenne még egy játékosra ezen a poszton. A West Hamet korábban kapcsolatba hozták az Arsenal fiatal támadójával, Eddie Nketiah-val is, de a napokban 30 millió eurót kínált a Sevillának En-Nesyriért, erre az ajánlatra a spanyol egyesület azonban nemet mondott. Ez persze érthető, hiszen a marokkói támadó a sevillaiak házi gól királya, a La Ligában 9 találatnál jár, és ebből 5-öt a legutóbbi 5 bajnokin ért el, kiszorítva a kezdő 11-ből Luke de Jongot. A klub játékos politikájának persze nagyon fontos része a nagy haszonnal való értékesítés, azonban En-Nesyri még csak egy éve a Sevilla tagja, hiszen 2020. januárjában vették meg a Leganéstől 20 millió euróért. A 23 éves, kétlábas támadó korábban soha egyetlen idényében sem szerzett 9-nél több gólt a La Ligában, amit ebben az évadban már is elért. A Sevilla még versenyben van a Bajnokok Ligájában is, a spanyol élvonalban pedig a dobogóért küzd, így a klubnál joggal feltételezik, ha En-Nesyri ebben a formában folytatja, akkor a jövőben még nagyobb haszonnal adhatnak majd túl rajta. Az angol sajtó szerint egyébként a Sevilla egy 40 millió euró körüli ajánlat esetén már hajlandó lenne elengedni egyik legjobbját, de a West Ham ennyit aligha fog fizetni érte. Nem a West Ham United az egyetlen angol klub, amely Spanyolországból szeretne csatárt igazolni. A Wolverhampton ugyanis a Real Sociedad brazil támadójával, William José-val szeretne erősíteni, sőt, a mindig jól értesült újságíró Fabrizio Romano szerint tegnap létre is jött a megállapodás a klubok között, és a dél-amerikai játékos napokon belül a farkasoké lesz. A Wanderersnél az idény elején Raúl Jiménez számított az első számú támadónak, azonban novemberben az Arsenal elleni bajnokin kifejezetten ijesztő sérülés szenvedett, amikor összefejelt David Luizzal. A mexikói légióst perceken keresztül ápolták a pályán, majd hordágyon eszméletlenül vitték le, és később kiderült, hogy koponyatörés szenvedett. Jiménez már jól van, otthon lábadozik, de egyelőre nem tudni, mikor játszhat ismét. Még az sem zárható ki, hogy ebben az idényben már nem léphet pályára. Márpedig ő kulcsjátékosa a Wolverhamptonnak, egyszerűen pótolhatatlan. Erre bizonyíték, hogy a csapat a kiválása óta 9 bajnokin mindössze 10 gólt szerzett, és csupán egyetlen mérkőzést tudott megnyerni a Premier League-ben. Hol Daniel Podence, hol pedig a nyáron igazolt tinédzser Fabio Silva játszott a középcsatár posztján, de egyikük sem tökéletes megoldás, így a Wolvesnak mindenképpen igazolnia kell egy csatárt, lehetőleg olyat, aki képes megbízhatóan termelni a gólokat. A klubot korábban kapcsolatba hozták az elmúlt években Kínában légióskodó Hulkkal, azonban a választásuk végül egy másik brazilra, William José-ra esett. A 29 éves brazil csatár 2016 óta szerepelt a Real Sociedadban, amelynek színeiben 170 összecsapáson 62 alkalommal volt eredményes, de mostanában kiszorult a kezdő 11-ből, nem csoda, hogy a baszkok nem ragaszkodtak hozzá. Romano szerint a Wolves a szezon végéig kölcsönbe szerzi meg a játékost, a megállapodásba pedig rögzítenek egy 20 millió euró körüli vásárlási opciót is. A Juventus csatárkeresése a Corriere di Torino szerint arra a szintre jutott, hogy a klub a Hertha BSC támadóját, Krzysztof Piąteket is kiszemelte, cserébe pedig Federico Bernardeschit is hajlandó lenne felajánlani. A Juventus támadójátéka jelenleg kis túlzással Cristiano Ronaldónál vagy bukik. A portugál világklasszis az összes mérkőzést figyelembe véve már 20 találatnál jár, és mellette még Álvaro Morata mondhatja el magáról, hogy 10-nél többször volt eredményes. A nyáron igazolt spanyol csatár nemrég tért vissza sérüléséből, és a klub szeretne még egy támadót igazolni arra az esetre, ha Moratára megint nem számíthatna. A torinóiakat eddig elsősorban a Serie A kisebb klubjaiban szereplő játékosokkal hozták kapcsolatba, mint például Eldor Somorudov vagy Gianluca Scamacca. Azonban a Corriere di Torino szerint felmerült Krzysztof Piątek megszerzésének a gondolata is.
A lengyel támadó nem ismeretlen az olasz futballszurkolók számára, hiszen 2018 őszén fél idény alatt 13 gólt szerzett a szériában, mire az AC Milan megvette őt 35 millió euróért, és még a piros-feketéknél is volt egy jó fél éve, mielőtt visszaesett volna a teljesítménye. Piontek azóta viszont nagy jó indulattal is csak átlagos formát mutat, időközben pedig eladták a Hertának, ám Berlinben sem váltja meg a világot, hiszen 33 összecsapáson csupán 9 góla mérlege. Szerződése minden esetre 2025-ig érvényes a német egyesületnél, míg a Juve által állítólag cserébe felajánlott Federico Bernardeschit 2022-ig köti kontraktusa a torinóiakhoz. A 26 éves Bernardeschi 2017-ben 40 millió euróért érkezett a Juventushoz, de nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, sem jobb szélsőként, sem irányító középpályásként nem tudta beverekedni magát tartósan a kezdők közé. A jelenlegi idényben csak 3 mérkőzésen kezdett, így érthető, hogy szeretnék bevonni egy ilyen üzletbe. Azonban a Hertának nem biztos, hogy egy Bernardeschi típusú játékosra van a legnagyobb szüksége, hiszen szélsőként Dodi Lukebakio, irányítóként pedig Vladimir Darida játszik, mégpedig nem is rosszul. Olasz sajtóértesülések szerint az AC Milan szeretné kölcsönvenni az FC Barcelona balhátvédjét, Junior Firpót. Milánóban a védelem baloldalán Theo Hernández kihagyhatatlannak számít, a francia ugyanis kiváló teljesítmény nyújt az idényben, cseréjének pedig a Manchester United-től kölcsön kapott Diogo Dalot számít, akinek azonban inkább a jobb hátvéd az igazi posztja. A piros-feketéknek tehát szükségük van még egy balhátvédre Hernández mögé, és az egyik kiszemeltjük a Barcelonát erősítő Junior Firpo. Firpo 2019 nyarán igazolt Katalóniába a Real Betis-től 18 millió euróért, és eleinte még viszonylag sok lehetőséget kapott, mostanában azonban tartósan a kispadra kényszerült, ebben az idényben például csak egyetlen bajnokin kezdett. A Barcelona nem is ragaszkodik hozzá, már egy vételi opcióval kiegészített kölcsönszerződésre is bólintana, ám a spanyol egyesület ebben az opcióban a későbbi vételárat 20 millió euróban határozná meg, míg a Milán állítólag 15 milliónál többet semmiképpen nem fizetne Firpóért. Arról is ellentmondásos híreket lehet olvasni, hogy maga a játékos beleegyezne a klub cserébe. A védő ugyanahoz a menedzserirodához tartozik, mint a Real Madrid által a Milánnak kölcsönadott Brahim Diaz, és a Gazzetta dello Sport szerint szívesen igazolna az olaszokhoz, de szeretné tudni, hogy mennyi játék lehetőségre számíthat. A Mundo Deportivo ugyanakkor arról írt, hogy bár Firpo nagyon örül a Milán érdeklődésének, januárban azonban nem szívesen váltana, mert nemrég született meg a kisfia, és emiatt nem akar egy másik országba költözni. Amennyiben az FC Barcelona mégis megválna januárban Junior Firpótól, akkor szüksége lesz egy bal hátvédre, és az olasz sajtó szerint a Chelsea játékosát, Marcos Alonsót szemelte ki. A katalán klubnál egy bajnoki kivételével Jordi Alba szerepelt a védelem bal oldalán, és jelenleg rajta kívül még Firpo használható bal hátvéd a keretben. A nyáron igazolt holland Sergiño Dest ugyan mindkét oldalon bevethető, de rá a jobb szélen van nagyobb szükség, arról nem is beszélve, hogy jelenleg ő is sérült, így ha esetleg Jordi Alba kidőlne a sorból, Ronald Koeman végképp csak olyan játékos szerepeltethetne a helyén, akinek teljesen idegen ez a pozíció. Nem meglepő tehát, hogy a Barcelona szeretne valakit erre a posztra, és az olasz sportsajtó szerint ez a játékos Marcos Alonso lehet. A 30 éves spanyol 2016 óta a Chelsea profia, ahol sokáig alapembernek számított, de ebben az idényben már csak 3 bajnokin szerepelt, és szeptember vége óta még a kispadra sem ülhetett le, pedig nem sérült. Frank Lampard egyáltalán nem számít rá, pedig Alonso szerződése még 2023-ig érvényes, és a fizetése sem kevés, ugyanis évi 5,2 millió fontot keres, ugyanannyit, mint a nyáron igazolt Hakim Ziyech. A szélsővédőt korábban kapcsolatba hozták az Interrel és az Atletico Madriddal is, de egyik transfer sem valósult meg, és a The Athletic szerint a Barcelonába igazolása sem tűnik valószínűnek. Alap ugyanis úgy tudja, hogy az idény végéig biztosan marad a Chelsea-nél. Több szempontból is pikáns lenne egyébként, ha Alonso végül mégis a Camp Nou-ba kerülne, hiszen pályafutását a Real Madridnál kezdte, még ha csak egyetlen bajnokin is játszott az első csapatban. Édesapja viszont 1982 és 1987 között a Barcelonát erősítette. Ha szeretnél további spanyol focival kapcsolatos hírekről értesülni, akkor látogass el partner oldalunkra, a Primera24.hu-ra. Úgy látszik, mai videónk főszereplői a bal hátvédek, hiszen muszáj megemlítenünk, hogy a Real Madrid brazil veteránját Marcelót az AS Monacóval hozták kapcsolatba. A 32 éves brazil védő 2007. januárja óta a madridi sztárklub tagja, nála régebb óta csak Sergio Ramos van a keretben, és már 517 tétmérkőzésen lépett pályára, aminél többször légiósként csak Karim Benzema játszott a királyi csapatban.
Marcelo hosszú éveken keresztül volt alapember a blankóknál, azonban Ferland Mendy 2019-es leigazolása óta csak második számú opció a posztján, és az utóbbi időben kifejezetten rossz omen a szerepeltetése, hiszen ebben az idényben 8 találkozón kezdett, és a Real Madrid ebből csak 2-t tudott megnyerni, 5-ször viszont vereséget szenvedett, legutóbb a spanyol kupában a harmadosztályú Alcoyanótól. A brazil védő szerződése 2022-ig érvényes, és már tavaly nyáron is lehetett arról hallani, hogy nem ragaszkodnak hozzá, de akkor végül senki nem jelentkezett érte. Most viszont állítólag az AS Monaco vinné, a hercegségbeli klub a dobogóért küzd a francia élvonalban, és a 23 éves brazil Caio Henrique számít az első számú bal hátvédjének. Az egyesület alig hanem mellé keres egy rutinosabb játékost, és az AS úgy tudja, hogy a nagyhercegség csapata 3 éves kontraktust kínál Marcelónak évi 6 millió eurós fizetéssel, ami a Ligönben ugyan nagyon komoly bérezésnek számít, de a brazil jelenleg 9 milliót keres. A franciák ugyanakkor az üzletet nem most januárban, hanem csak a nyáron ütnék nyélbe. A mindig jól értesült olasz transferguru Fabrizio Romano szerint a Real Madridnál csak a kiegészítő játékosok közé sorolt Martin Ødegaard kölcsönbe az Arsenalhoz kerülhet. A még mindig csak 22 esztendős középpályás csodagyerekként bukkant fel a nemzetközi labdarúgásban, még nem volt 16 esztendős, amikor bemutatkozhatott hazája élvonalában, és a Real Madrid 2015. januárjában 2,8 millió eurót fizetett érte. Ødegaard 2 évvel később került fel az első csapat keretébe, de nem sok esélye volt arra, hogy ott megragadjon, így rendre kölcsön adták. Először Hollandiába került, ahol a Heerenveenben, majd a Vitesse Arnhemben egyre jobb teljesítmény nyújtott, majd a Real Sociedad következett, ahol már egészen fantasztikusan játszott. A koronavírus miatti kényszerszünet előtt sokak szerint ő volt a La Liga legjobbja. A megszakítás után valamelyest visszaesett a teljesítménye, de a madridiak ezzel együtt is úgy döntöttek, hogy visszarendelik Ødegaardot. A jelek szerint azonban ez nem egy jól átgondolt terv volt, hogyan lehetne a legtöbbet kihozni a norvégból, mivel a középpályás az ősszel még játszogatott, de utána szép lassan kikopott a csapatból. A hírek szerint nemrég maga kérte a klubvezetést, hogy adják ismét kölcsön, és kezdetben a Real Sociedadhoz való visszatérést preferálta, és a hírek szerint már nagyon közel álltak a felek a megegyezéshez, azonban miután a játékos megtudta, hogy az Arsenal is bejelentkezett érte, gondolkodási időt kért a baszkoktól. Végül Ødegaard a családjával egyeztetve arra az elhatározásra jutott, hogy az ágyúsokat választja, akik Fabrizio Romano szerint már fel is vették a kapcsolatot a Reállal, hogy megvitassák a játékos szerződésének részleteit. Az olasz újságíró egyébként úgy tudja, hogy a királyaknál szóba sem jöhet, hogy végleg megváljanak a norvégtól, és a spanyolok csak sima kölcsönnel, vételi opció nélkül engednék előt a londoniakhoz, akiknek Emil Smith-Rowe feltűnése és remeklése ellenére is nagy szükségük van egy új, minőségi, kreatív középpályásra. Miután a londoniak kifejezetten jó kapcsolatot ápolnak a Real Madriddal, hiszen Dani Ceballost is onnan kapták kölcsön, nagy valószínűség szerint Ødegaard ügyében is sikerül majd egyességre jutniuk a feleknek. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára!